Köszöntöm kedves nézőinket! Őseink hagyatéka című műsorunkat láthatják. Általában mindig igyekszem arról gondoskodni, hogy érdekes, érdekfeszítő, elgondolkodtató dolgok legyenek a műsornak a témái. Ma viszont egy nagyon szomorú dologról fogunk beszélni. Gyakorlatilag a világ szégyenéről, Európa szégyenéről, és valamilyen módon azért a mai magyar embereknek is a szégyene, hogy ez megtörténhetett, és még mindig úgy van, ahogyan megtörtént ez 98 évvel ezelőtt. Mai vendégem dr. Drábik János, köszöntöm nagy tisztelettel. Köszönöm a meghívást. És talán ki is találták, hiszen 98 évvel ezelőtt mit történt, ami szégyene az egész világnak, egész Európának. Ez volt a magyar nemzet és a Szent Korona országának a keresztre feszítése. Ez Trianon. Mit tudhatunk Trianonról, a hátteréről, kik segítették ezt, hogyan jött ez létre, ez egy sem erkölcsi, sem etikai, semmilyen, gyakorlatilag semmilyen körben nem is érinti sem a realitás, sem az emberi jogok, tehát semmilyen rendelkezés, törvényt, egyezmény egyáltalán nem volt figyelembe véve, és meg lehetett csinálni, és érvényben lehet ma is. Ez számomra döbbenetes. Ma elkerülhetetlen, hogy foglalkozunk Trianonnal, mert közeledik a 100. évforduló. Most, június 4-én a 98. évforduló lesz, de már itt van hamarosan 2020 a 100. évforduló. És igen, az utódállamok a magyar történelmi államnak a feldarabolói és haszonélvezői kivétel nélkül örömünnepre dicsőséges centenáriumi ünnepekre készülnek. Tudomásom van arról, hogy például Romániában igen nagy ünnepséget akarnak tartani az idén, december 1-én, amikor az a bizonyos gyulafehérvári nagygyűlés volt, ahol kimondták a nagygyűlés részvevői nem titkos szavazással, nem, csak készfelnyújtással, már aki felnyújtotta a kezét, hogy bizony egész Erdély úgy, hogy van a bukaresti kormányzat uralma alá akar kerülni. Na most ezzel kapcsolatban most, mert részletesen is fogunk róla beszélni, nem most, később. Ezzel kapcsolatban most csak egyet emelek ki. Ha arról van szó, hogy mi mindent ígértek meg ezen a gyulafehérvári nagygyűlésen, minden nép megtarthatja minden szinten a nem csak az iskolában, nem csak az egyházban, de a közélet minden területén, a bíróságokon, a közigazgatáson megtarthatja a saját nyelvének a használatát. Minden autonómia lehetséges, sorolhatnám. Ez mind meg lett ígérve, ez mind le van írva. De amikor az ember azt mondja, hát uraim, mit tartottatok be ebből? Na akkor jönnek a román történészek, meg a román politológusok, meg a hivatalos román állami emberek, hogy hát ne legyünk már nevetségesek, az ottani határozatok az semmi, hát az egy propaganda dolog. Az nem egy nemzetközi jogi okmány, amit komolyan kell venni. Vagyis, hogyha arról van szó, hogy ti ezen az alapon szakadtatok el,
És mi mindent ígértetek, akkor a nem románoknak tett ígéretből semmit nem kell betartani, mert az csak propaganda szólam volt. És ez nem volt egy nemzetközi jogilag érvényes aktus, ez az egész gyulafehérvári nagygyűlés. Ha meg viszont arról van szó, hogy ezen az alapon szakadt el Erdély, és az erdélyi nép döntött úgy, mert egyébként ugye, aki ismeri az adatokat, az tudja, hogy egy minimális különbség volt a románok számára, akkor minimális a különbség, hogyha 600 ezer németet is, tehát 100-t is hozzászámoljuk a székelyekhez, magyarokhoz, akkor minimális a különbség. Nagyon kicsi. Akkor azt mondják, hogy hát ez egy teljesen érvényes, demokratikus lépés volt, demokratikusan a nép kinyilvánította az akaratát, és ezért került vissza románokhoz. Ez a mai Romániának ez a gyöngyszeme, ugye Erdély, és nem csak Erdély, hanem a részek, ami mindig a magyar államnak a része volt, meg a Bánát, stb. Vagyis Gyulafehérvár érvényes, amikor arról van szó, hogy itt szakadt el az erdélyi románság vezetésével egész Erdély is, és ment át Romániához. Ha pedig arról van szó, hogy amit ebben a gyulafehérvári nyilatkozatban ti tettetek, azt miért nem valósít, mert semmit nem valósítottak meg belőle. Ma sincs még például területi autonómia, alig lehet olyan bírósági tárgyalás, amely magyar nyelven fog, meg hol működik a közigazgatás magyarul. Csak azokon a helyeken van oktatás is, ahol a 20%-ot eléri a magyaroknak a létszáma, ott már az iskolában, ott már jelen van a magyar nyelv és a magyar kultúra, de egyébként nincs. Vagyis tulajdonképpen ez egy szemfényvesztés a gyulafehérvári. Mit ünnepelnek? Nagy centenári ünnepségre készülnek, még a francia elnököt is meghívták. Tehát mit ünnepelnek? Azt, hogy csalók voltak? Hogy semmit nem tartottak be? Az egész Gyulafehérvárból csak az volt igaz, hogy ők átmentek Romániához, Magyarországtól, mert mi lett volna? Mert ugyanis, hogyha az ember olvassa azokat az internetes fórumokat, például a Kúra nevű fórumot, amely valószínűleg nagyon komoly román állami és egyéb pénzek is vannak mögötte, mert ezek tehát angol nyelven folynak, több ilyen platform Amerikában működik, és terjesztik a Románia számára teljesen egyoldalú beállítást, tehát ezek propaganda platformok, internetes platformok. Sajnos, ugye, ezeket meg kellene válaszolni, az itt folyó vitákat, magyar szempontból is, de ez csak hébe korba történik meg, és nem igazán felkészült magyarok írják. Csak mondok egy példát. Ezeken a fórumokon folyamatosan meg kellene kérdezni. Ha ti azt, mert ugyanis amikor megyünk a konkrétumok felé, akkor kiderül, hogy nem volt olyan szabályosan megtartott népszavazás, ahol megvolt úgy, hogy előírják a nemzetközi jogi szabályok is. Megvolt, hogy pontosan kik jogosultak arra, hogy szavazzanak. Demokratikus, nemzetközi ellenőrzés alatt megtartott szavazáson. Vagyis antidemokratikusan, önkényesen szakították le Erdélyt, és nem volt törvényesen, igazolhatóan
olyan szavazás, ahol az önrendelkezési joggal Erdély akkori lakói élhettek volna. Tehát mindig az első, amit a románoknak föl kell tenni. Volt-e az önrendelkezési jog gyakorlására lehetőség? Volt-e teljesen szabályosan megtartott népszavazás arról, hogy a lakosság hova akar tartani? Mert ugyanis nagyon sok komoly szakember állítja, hogy nem csak, hogy a nem románok szavaztak volna Erdély elcsatolása ellen, hanem még az Erdélyben élő románok többsége is, mert azok sokkal műveltebbek voltak, sokkal magasabb szinten éltek Erdélyben, mint a regáti románok. Tanultabbak voltak, anyagilag jobban álltak, politikailag szervezettebbek voltak, tehát még a románoknak is egy jelentős része Magyarország mellett szavazott volna, ha lett volna szavazás. Na most itt hazudnak a románok, mert azt mondják, hogy volt. De ezért van ez a műsor, hogy én most mondom önöknek, hogy nem volt. És nagyon érdekes módon azóta se volt. Tehát az erdélyi lakosságot soha meg nem kérdezték, hogy melyik országban akar élni. Jó, hogy azóta tűzzel, vassal románosítottak, és ma már lehet, hogy egy szabályos választás, úgy, ahogy azt a nemzetközi jog szerint meg kell tartani. Egy ilyen választás esetén is már az jön neki, hogy a jelenleg Erdélyben és a részeken, vagyis az elszakított magyarországi részeken élők is nek a többsége is, de ez, hát gondoljuk csak meg, hát Kolozsvárnak volt kb. 85 ezer lakosa magyar, és volt kb. 30 ezer román. Most van 400 ezer fölött, és a magyarok létszám az mindig maradt 80 ezer körül, talán még annyi sincs. Vagyis tulajdonképpen a regátból teletelepítették románokkal, ma már, hiszen az, hogy oda vesztek az erdélyi magyar városok, az a többek között azért van, mert egy szisztematikusan kemény telepítés folyt Romániában. És most, meg folyik is. Most még egyet említenék meg, hogy most azon a címen nem adják vissza a Bolyai Egyetemet, mert ugye a Ceausescu egyesítette, lett Bábás Bolya, tehát a magyar egyetemet beolvasztották a román egyetembe. Diktatórikus döntéssel, ott senki a magyarokat nem kérdezte meg, hát tiltakozásul az akkori magyar rektor öngyilkos lett, akit még el sem lehetett temetni, mert a románok ellopták a koporsóját. Nem lehetett eltemetni. De most, amikor arról van szó, hogy a magyarok szeretnék, hogy legyen egy különálló egyetemük, kapják vissza a Bolyai Egyetemet, akkor azt mondják, hogy ezt a demokrácia nem teszi lehetővé. Mert most ugye egyetemi autonómia van, az van, egyetemi autonómia, és hát az egyetemi autonómia keretében a szavazással jogosult egyetemi személyzet, oktatók és a többiek, azok ehhez nem járulnak hozzá, és hát olyan nagy a demokrácia, hogy mi ebben nem. Na de amikor a diktatúra gyalázatosan visszaélt a hatalmával, akkor tessék ezt ne demokratásdival elmismásolni, hanem akkor tessék visszaadni, és utána legyen. És utána legyen demo először, mert hiszen önkényesen vették el, tessék önkényesen visszaadni állami parancsra vették el, állami parancsal válasszák szét a kettőt. Persze erről szó sem lehet, mert ha arról van szó, hogy az ő jogaikról van szó, mert akkor elkomorul a szemük, és nem ismernek tréfát. Igen, és bocsánat. És ugyanez a helyzet, amikor most ugye a bukaresti szenátusban elvetették a magyar szenátornak a javaslatát a székelyföldi autonómiára. Most itt átmegyek egy másik országra. Nemrég a napokban, talán 2-3 napja, Andrzej Babis nevű cseh úriember
Hát persze egy úriember, hiszen megbízott miniszterelnök. Nos, ez az úriembernek sikerült azt a butaságot mondania, hogy a Benes dekrétumok az egy lezárt ügy, és azzal már nem kell foglalkozni. Nos, Babis úrnak azt üzenem, hogy nem. A Benes dekrétumok az egy háborús bűncselekmény, és ugyanúgy, ahogy a többi háborús bűncselekmény, például a holokauszt, meg egyebek, nem évülnek el, ez se évül el. Nagyon téved. És ezerszer gondolja meg, hogy mikor mond még ekkora butaságot. Azért, mert valaki Csehországnak a megbízott miniszterelnöké meg ekkora butaságot nem kell mondania. Miért butaság? Azért kérem szépen, mert a Benes dekrétumokkal nem csak arról van szó, hogy 4,5 millió szudata németet erőszakkal kitelepítettek, nem csak erről van szó, hanem azokról a gyalázatos bűncselekményekről is szó van, amit ez a Benes nevű gazember, hiába volt államelnök, ez egy háborús bűnös gazember. Lehet bizonyítani fehéren feketén, hogy miket követett el ez a gazember, ez az erkölcsöt nem ismerő cseh, szupernacionalista gazember. Mert össze-vissza, és szabadkönyves, ő legalább nem mondta, hogy nem az. Nem titkolta. Ő, és megvan, hogy milyen páholyokban, hol voltak. Nos, ez a szabadkönyves gazember. Ez, ugye, amely nem átalotta az első világháború alatt azt a töménytelen hazugságot összehordani, aminek az lett az eredménye, hogy nem a cseh nemzetállamot állították össze, hanem egy cseh birodalmat. Elvettek nagy területeket Németországtól, elvették Magyarországtól a Felvidéket, a Kárpátalját, csupa tömény hazugsággal, vagyis ez a gátlástalan hazudozó. Ez elkövette azt, hogy létrehozott, hogy minél előbb, minél nagyobb állama legyen, létrehozott egy olyan sok nemzetiségű államot, amiből ő ki akart szakadni, mert végeredményben az osztrák-magyar monarchiából azon a címen szakadtak ki, hogy mindegyik nemzetállamot akart. Hát Csehszlovákia az egy nemzetállam volt, vagy Románia az egy nemzetállam volt, vagy Jugoszlávia az egy nemzet. Az egyik nagyobb nemzet, sok nemzetiségű államból lett több sok nemzetiség, fel is bomlottak már. Hát ma már a benesi Csehszlovákia hol van, hol van Jugoszlávia, és így tovább. Na most. A szlovák gyerekek szerencsések, mert Szlovákia történelemkönyve az nem egészen egy sor. A nagyfiam idősebb, mint Szlovákia. Na most visszatérve arra, hogy miért nem lezárt ügy a benesi dekrétumok, tudni kell, hogy ez a gazember, amikor szembesült azzal, hogy mennyi bonyodalommal jár egy sok nemzetiség, hát ott a kisebbségnek jogokat kell adni. Jogokat kell adni a németeknek, jogokat kell adni a ruszinoknak, jogokat kell adni a magyaroknak, és így tovább. Akkor rájött arra, hogy ez egy nagyon problematikus ügy. És ezért minden, tehát eltökélte ez a gazember, ez a cseh gazember, eltökélte, hogy egy nemzetiségből álló Csehszlovákiát hoz létre. Kitakarítja onnan a 3,5 millió németet, amely kitakarítás még a legszerényebb számítások nélkül is 15 és 30 ezer közötti német meggyilkolásával járt. És tudjuk azt, hogy amikor a háború végén visszament Prágába, akkor németek égtek fáklyaként azon a hídon, ahol bevonult a hivatalába. Ez a szabadkönyves cseh gazember. És
próbálta már 43-ban elintézni, mikor a Moszkvába járt, Sztalinnál, hogy rendben van, Sztaliné lesz a Kárpátalja, vagyis a Szovjetunió fogja bekebelezni, ők meg majd visszakapják a bécsi döntéssel Magyarországnak visszaadott magyar lakta területeket, akkor ő próbálta rávenni Sztálint, Molotovot, hogy kitelepíthesse ne csak a németeket, de a magyarokat is. Igen ám, az oroszok nem mondtak rá nemet, de igen sem mondtak. Viszont Potsdamban az amerikaiak, az angolok és a franciák nemet mondtak. Nem lehet kitelepíteni a magyarokat. Akkor ez a szabadkönyves cseh gazember mit talált ki? Azt találta ki, hogy Magyarországon ő 470 ezer szlovák, és akkor azokat ki kell cserélni. Körülbelül 60 ezeret lehetett találni. Sokkal több szlovákiai magyart, akinek rendes háza volt, kényszerrel kitelepítettek. De amikor látták, hogy ez nem megoldás, akkor ez a szabadkönyves cseh gazember azt találta ki, hogy a magyaroknak mindenféle jogát felfüggesztette, és azt mondta nekik, ha nem akartok háborús, bűnös kategóriába kerülni, akkor legyetek szlovákok, és nyilatkozzátok azt, hogy szlovákok vagytok. És így született meg az a nevetséges kategória, hogy nemzetisége szlovák, anyanyelve magyar. Ma is több százezer felvidéki magyar tartozik ebbe a... Miért? Mert ma is a érvényben vannak a benesi dekrétumok, és igenis, hogy ha valaki magyarnak vallja magát, akkor egy másodrendű státuszba kerül. Lehet, hogy formálisan nem, de az élet egy sor területén, és ezt ezernyi és ezer konkrétummal lehet bizonyítani, ezért nincs más lehetőség, mint hogy ezeket a gyalázatos, háborús bűncselekménynek minősíthető sok ember halálával, kivosztásával, mert még azt nem említettem meg, hogy a 3,5 millió német hiányzott, mint munkaerő. És akkor a magyarokat zsellérnek, cselédnek, erőszakkal elvitték, hogy ott lényegében rabszolgamunkát végezzenek. Hát úgy gondolja Andrej Babis miniszterelnök úr, hogy ezt nem kellene jóvá tenni? Akkor mi köze van a demokráciához, meg az úgynevezett európai értékekhez? A Benes dekrétumok háborús bűncselekmény, és ki kell törölni a cseh korpus jurisból, és ki kell törölni a szlovák korpus jurisból. És vegye tudomásul, hogy Trianon az egy vérző seb, és nem lehet csak úgy leírni, hogy felejtsük el. Nem. A magyaroknak vele. Most június 4-én nemzetközi erkölcsi elégtétel jár. És elsőnek Babis úrnak kellene bocsánatot kérnie. És visszavonnia azt a butaságot, hogy a Benes dekrétumokat felejtsük el. Nem felejtjük el. Én is így gondolom. Nagyon szépen köszönöm, hogy ezeket elmondta nekünk, és hogy újra megtisztelt a jelenlétével a műsorunkba. Kedves nézők, azt hiszem, hogy még több szörnyűséget tudhattunk meg a Trianonról. Azt hiszem, hogy leginkább azok tudnának erről mesélni, akik jelenleg is Kárpátalján, Felvidéken, Délvidéken, Újvidéken élnek, és mégis megtartották a magyarságokat, annak ellenére, hogy mindent megtesznek, hogy ne így legyen. Nekem ők is testvéreim, teljesen mindegy, hogy a jelenlegi háttérhatalom az hova húzott határokat. Nekem csak egyetlen egy ország határ van, és az a Szent Korona országának a határa. Én innen is üdvözlöm őket.
Ne felejtsenek el, én magam fekete szalagot fogok kitűzni, ugye március 15-én nemzeti színűt, Trianonkor, akinek fáj Trianon, az magyar. Akinek nem fáj, az nem magyar. Én fekete szalagot fogok kitűzni, ezzel fogom jelezni, hogy egyáltalán nem értek egyet sem a Trianonnal, sem avval, hogy még mindig hagyják és hagyjuk, hogy ezek a határok legyenek. Köszönöm a figyelmüket, köszönöm Rábik úrnak, köszönöm, hogy megtisztelt minket. Dicsőség az őseinknek, szép és gazdag jövőt az utódainknak.